Rudán Joe koncertjén is részt vehettek azok, akik ellátogattak Siklósra advent harmadik vasárnapján. A Baranyai városban ugyanis minden szombaton és vasárnap az adventi ünnephez kapcsolódó vásárokat és programokat szerveznek. A karácsonyi vásár helyszíne a Mária utca, de most a várban rendezték meg az eseményt. Az öröm gyertyáját a polgármester és az idei két gyémánt díjas siklósi gyújtotta meg. Rigl Gábor elmondta, hogy a kézműves termékek mellett kulturális műsorokkal is készültek, amit advent negyedik vasárnapján is megtekinthetnek az érdeklődők a Mária utcában. Ezen a mai napon az óvodások és az általános iskolások főszereplésével zajlott le az advent harmadik hétvégéje, és 19-én pedig, mint mondottam, a Mária utcában zárjuk az adventet, de természetesen úgy készültünk, hogy 19-e után is lehetőséget biztosítunk majd egészen szilveszterig arra, hogy az adventi vásárba kitelepült árusok, illetve hangulat megmaradjon a siklósiaknak. Emellett egy már jövő évi program miatt is maradnak az árusítóhelyek az utcában. Január 22-én Vince napján ugyanis újabb rendezvényt szerveznek az adventi vásár helyszínére. A polgármester hozzátette, hogy bár az első két vasárnapon nem volt kegyes az időjárás, még van lehetőség a kézműves vásár meglátogatására, illetve a színpadi programok megtekintésére, hiszen december 19-én, advent 4. vasárnapján is várják a siklósiakat és környékbelieket a Mária utcában.